Hosszú húzavona után kedden megkezdték a civilek evakuálását Ukrajna észak-keleti városából, Szumiból és a Kijev közelében lévő Irpinyből, de napközben több busz tartott a háború sújtotta Mariupolba is, tájékoztattak az ukrán hatóságok. Az evakuáció azután kezdődött meg, hogy az orosz és az ukrán illetékesek humanitárius folyosók létrehozásában egyeztek meg, hogy lehetővé tegyék a civilek számára az orosz ostrom alatt lévő városok elhagyását. Az ukrán elnök szerint Oroszország inváziója nem fog megállni Ukrajnában. Volodymyr Zelenszky arra figyelmeztetett, hogy ma Ukrajnában van háború, holnap Litvániában, majd Lengyelországban is lehet. Szergej Lavrov orosz és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Törökország közvetítésével megegyezett, hogy csütörtökön további tárgyalásokat folytatnak Antaliában. Kiev pedig közvetlen tárgyalást szorgalmazna az ukrán és az orosz elnök között. Zelenszki mindeközben egy interjúban megerősítette, hogy kész lenne beszélni Putyinnal. Ukrajnából eddig mintegy 170 ezer menekült érkezett Magyarországra, közölte a magyar kormány, csak hétfőn 11 ezeren lépték át az ukrán-magyar határt, közülük 1200 gyerek. Magyarországon a humanitárius szervezetek élelmet, szállást és egészségügyi ellátást is biztosítanak a menekülteknek, Lengyelországban még súlyosabb a menekült hullám, a háború kezdete óta legalább 1,2 millióan lépték át ott a határt.